A ma Rákóczi indulóként ismert dallam az úgynevezett Rákóczi nótából származik, melynek története legalább a 17. század közepéig nyúlik vissza. A Viatóris kéziratban, a Kájoni kódexben, valamint Nárai György Lira Cölesztis című gyűjteményében egyaránt felbukkannak a később Hely Rákóczi Bercsényi szöveggel ismerté vált nóta változatai. A dallam használatban maradt egészen a 19. század kezdetéig, amikor Mátrai Gábor a Válogatott Magyar Nóták gyűjteményének harmadik kötetében egy sajátos variánsát adta közre. Ez a forma szövegtelen, a maga cikornyás díszítéseivel kifejezetten hangszeres ihletésű, formai szempontból pedig egy lassú és egy gyors szakaszt állít egymás mellé. És éppen ezen jellegzetességei folytán válhatott a ma ismert Rákóczi induló modelljévé. A Rákóczi nóta fenti változata nyomán írt induló szerzője nem azonosítható teljes bizonyossággal, azonban a legvalószínűbb feltevés szerint Nikolaus Scholl, a 32. számú császári és királyi gyalogezred Eszterházi szolgálatban álló katonakarmestere alakíthatta ki a dallam ma ismert formáját, a neves prímás Bihari János előadásától ihletve. Az erre vonatkozó adatok többsége az 1860-as évek elején kirobbant sajtópolémia során került felszínre, amelyet az éppen 1860. augusztusában megindult Zenészeti lapok hasábjain követhetünk a legrészletesebben. Ábrányi Kornél, akit kora zene életének legtermékenyebb krónikásaként tarthatunk számon, a lap szerkesztőjeként maga is többször állást foglalt a szerzőség kérdésében. Az Ábrányiék által folytatott vita valamelyest okafogyottnak tekinthető, hiszen az induló két legkorábbi, 1820-ban Bécsben megjelent zongora változata egyaránt Nikolaus Scholt, a neves katonakarmestert nevezi meg szerzőként. Erkel Ferenc, aki az 1830-as években hazánk egyik legkiválóbb zongoraművészeként volt ismert, különösen sokat tett a Rákóczi dallamok népszerűsítéséért. A korabeli Honművész folyóirat beszámolt róla, hogy 1838. november 30-án a Pesti Magyar Színházban Erkel úr, hangászkarmester, saját szerzeményéből fantáziát és változatokat játszott zongorán, zenekari kísérettel Rákóczinak erdélyes nótájára. Amikor Liszt Ferenc 1839. decemberében, több mint másfél évtizedes távollét után ismét hazánkba érkezett, rendkívüli fogadtatásban részesült. Az ünnepségek fénypontja az 1840. január 4-i hangversenye volt, amelynek végén hat magyar arisztokrata Festetics Leó gróf vezetésével drágakövekkel kirakott díszkardot vitt a színpadra, a pengévevésett felirat szerint a nagyművésznek, Liszt Ferencnek művészi érdeme és buzgó hazafisága méltatásául. Maga a zeneszerző mindig is szép emlékként idézte fel a kard átadását, és egy későbbi, 1847-ben a Haslinger kiadónál megjelent Rákóczi feldolgozását a kardot átadó hat arisztokratának ajánlotta. A Rákóczi induló a nevezetes pesti hangversenyen megszólalt változatát Liszt ugyancsak Haslingernél tervezte megjelentetni már 1840. januárjában, a bécsi cenzúra azonban közbelépett. Alig hanem ennek is tulajdonítható, hogy a Liszt-féle Rákóczi indulóból több különböző feldolgozás is létezik.
Hector Berlioz 1846 elején Pestre látogatott, hogy február 15-én és 20-án két zenekari hangversenyen ismertesse meg a magyar közönséget műveivel. Amint az a hasonló vendégszereplésekkor szokásos volt, a zeneszerző egy népszerű, nemzeti dallam feldolgozásával is megpróbált a helyi publikum kedvében járni. Nos, így született meg a Rákóczi induló máig legismertebb változata. Emlékirataiban Berlioz részletesen beszámol róla, milyen izgalmat keltett Pesten a készülő Rákóczi feldolgozásnak már csak a híre is. Petricevics Horváth Lázár, a Honderű folyóirat szerkesztője például, még a zenekari szólamokat sokszorosító másolót is felkereste, hogy mennél előbb megismerhesse az új kompozíciót. Látogatása után pedig mindjárt Berliozhoz szaladt, s aggódva faggatta a zeneszerzőt. A téma halk bevezetése vajon nem fog-e csalódást jelenteni a közönség számára, amely a Rákóczi induló erőtől duzzadó, diadalmas előadásaihoz szokott. Az előadás azonban Berlioz döntését igazolta, hiszen, mint memoárjaiban olvashatjuk, e váratlan bevezetésre a közönség néma maradt. De amikor egy hosszú crescendóban fúgaszerűen megszólaltak a téma töredékei, a nagy dob tompa távoli ágyudörgéshez hasonló ütéseitől megszakítva, a teremben leírhatatlan moraj kezdett forrongani. S abban a pillanatban, amikor a felszabadult zenekar, mint valami vad kézitusában, nekieresztette oly soká visszatartott fortissimóját, hallatlan ordítozás, lábdobogás rázta meg a termet. Újra kellett kezdenünk, de a közönség másodízben is csak nagy nehezen és csak néhány másodperccel tovább uralkodott magán, mint első alkalommal. Bölcsen tettem, hogy a Rákóczi indulót a hangverseny végére állítottam, mert bármi következett volna utána, elveszett volna, írja Berlioz. A viharos fogadtatás fényében alig ha meglepő, hogy Treitlinger József zenemű kiadó, aki a francia vendég érkezését megelőzően még egy korábbi osztrák kiadvány feldolgozását terjesztette a maga kiadásában, néhány hónapon belül megjelentette a Berlioz féle feldolgozás zongora változatát, majd Zapf Antal zongoratanárral egy újabb átiratot is készítetett. De épp így a jelentős sikernek köszönhető, hogy Berlioz Rákóczi indulójának eredeti kézirata végül is Pesten maradt. A zeneszerző minden bizonnyal további előadások reményében adta azt a Nemzeti Színház zenekarát vezető Erkel Ferencnek. A kéziratos partitúra így végül is Erkel hagyatékából került az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményébe 1904-ben. Berlioz feldolgozásának sikere nyomán a Rákóczi induló népszerűsége tovább nőtt szerte az országban. Az 1848-49-es szabadságharc leverése azonban egy csapásra véget vetett a nyilvános előadások sorozatának, hiszen a forradalmi dallam bármilyen formában való felidézése immár politikailag tiltottá vált. A szigorú tilalom csak az 50-es évek végén a monarchia csapatainak Itáliában elszenvedett, sorozatos vereségei nyomán vesztette erejét. Az 1853-ban alapított Filharmóniai Társaság zenekara először 1859. novemberében tűzte műsorra az indulót, egyelőre tapintatosan, mint Berlioz pesti emlékét tüntetve fel azt a plakátokon.
A kiegyezés után a Rákóczi induló, a himnusz és a szózat után harmadikként került be a Rózsavölgyi és társa a Nemzet három dala című nyomtatványába. A II. Világháború idején a Budapest egy rádióadó szünetjelének forrásaként is szolgált, és évtizedeken keresztül a Kossuth Rádió napi nyitószáma volt. 1938. novembere és 1988. februárja között Berlioz művével kezdődött a mozikban a filmek előtt vetített Magyar Világhíradó, később Magyar Filmhíradó. A Rákóczi induló Sol Miklós katonakarmester által szerkesztett változatát a Magyar Ezred zenekarok 1822-től folyamatosan műsoron tartották, és így került be a zenei köztudatba. Az induló a Magyar Honvédség hivatalos szolgálati zenedarabjaként 1896-ban debütált először, amely azóta is az állami és katonai protokolláris rendezvények kihagyhatatlan, kötelezően játszandó zeneműve. A Magyar Honvédség katonazenekarai a Rákóczi induló koncertváltozatának a Hector Berlioz féle Rákóczi indulót tekintik, amelyet a katonazenekarok számára a magyar fúvós zenei élet egyik kiválósága, Keil Ernő, egykori zeneművész, karmester hangszerelt meg az 1950-es években. Napjainkig is ez az átirat a legkedveltebb játszott koncertváltozat, amelyet a 60. jubileumát ünneplő Magyar Honvédség központi zenekar is az ünnepi videóklipjéhez választott.